elkészült egy telefonos, mobiltelefonos alkalmazás, vagy applikáció, amivel igazolni lehet majd, hogyha valaki megkapta az oltást. Jelentette be Szent Királyi Alexandra kormányszóvivő május közepén. Az applikációt arra a célra fejlesztették ki, hogy azok az állampolgárok, akik már megkapták a koronavírus elleni oltást, minél előbb hozzájussanak ennek igazolásához is. Ez az applikáció az úgy működik, hogy az EST-ből szerzett adatok alapján láthatóvá teszi tehát a koronavírus elleni védettséget. Az alkalmazás az oltott nevét, az érintett tajszámát, az oltás idejét, a fertőzéssel szembeni védettség tényét vagy annak a hiányát is megjeleníti. Az adatoknak a hitelesítése az pedig egy QR kóddal fog majd történni. A kormányszóvivő azt is hozzátette, mind a plastikkártya, mind a mobil applikáció alkalmas az oltás tényének igazolására. Ennek ellenére több olyan történettel is találkozhattunk az elmúlt napokban, amik nem ezt igazolják. Ez a személyazonosságát elrejteni kívánó férfi mesélte el stábunknak, hogy feleségével és 5,5 éves kislányukkal ebédelni mentek a megyeszékhely egyik legismertebb gyorséttermébe. Rendelés után a rossz időjárás miatt helyet foglaltak az étterem belső terében, amikor egy dolgozó odalépett hozzájuk vakcina igazolvány ellenőrzésre. A házaspár már megkapta az oltást, de a védettségi kártyája csak a férfinek érkezett meg. Éppen ezért mindketten letöltötték okostelefonjukra az erre a célra kifejlesztett applikációt, hiszen úgy tájékozódtak a hírekből, hogy az teljes értékű oltási igazolásnak minősül. Kérte, hogy mutassuk meg ezt az alkalmazást, megmutattuk. Hát azt mondja, hogy nem fogadhatja el, kérdeztem, hogy miért nem. Mondom, hogy csak az lehet, hogy annak lehet, akinek már van ilyen oltása és kártyája úton van, vagy már kész is van. Ő váltigáltotta, hogy ezt nem fogadja el. Kértem, hozzon QR kód olvasót, hogy olvassa le, mondom, itt van minden adat, tajszám, lakcím, név, minden. Hát nem sikerült ezt megtennie, nem tudta leolvasni, nem is akarta szerintem. A férfi azt mondja, ezek után a gyorsétterem teraszán kellett elfogyasztaniuk az ebédjüket, akkor a szélviharban, hogy egy adag sült krumplit el is vitt a húzat. A férfi írt egy panaszlevelet az étteremnek, de még nem kapott választ. Azt mondja, szerinte az üzemeltető hibázott azzal, hogy nem tájékoztatta az alkalmazottait a szabályok változásáról. Mi is megkerestük az éttermet, de egyelőre nem reagáltak.